Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Ez az a nap, az, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Amen. Örvendezzünk a mi mennyei királyunknak, menjünk elébe hálaadással és szép énekléssel. Énekeljük a 331. dicséretünk első versét. 331. énekünk első versét, amelyik így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Édesatyám, hálás szívvel köszönjük neked az első virágvasárnapot, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és köszönjük ezt a mai virágvasárnapot. Örvendeznie kellene ennek az egész világnak, dicsérni és magasztalni azt a Jézust, aki vállalta a szenvedések útját, a kereszt kínját. Köszönjük, Úr Jézus, neked, hogy itt vagy köztünk. Nem azért, mert bevonultál ide, hanem azért, mert ahol legalább ketten a te nevedben együtt vannak, ott vagy közöttük. Szeretnénk ma mi is előtted hódolni. Nem pálma ágakat szabdalni, nem felső ruhánkat levenni, de bűnbánó szívünket tárni eléd. Szeretnék, Urom, őszintén kiáltani: hozsánna, segíts meg, könyörülj rajtunk, drága Jézus. Köszönjük, Urom, a gyülekezet közösségét, akikkel a technika segítségével lehetünk együtt. Kérünk, áld meg mindazokat, akik egyedüli szabadítóként téged dicsőítenek szerte a világon. Kérünk, hogy bárki, bárhol hallgatja az ígét, hadd vegyen áldást tőled. Mert a te jelenléted az, amely megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Könyörülj meg ige hirdetőn és ige hallgatón. Hallgassuk most meg, testvéreim, a virágvasárnap történetét,
úgy, amiképpen azt Lukács evangélista írja le, és olvashatjuk az ő könyvének a 19. részében, a 28-tól a 40-ig terjedő verseken. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttünk levő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor akiket küldött, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Amint oldozták a szamárcsikót, gazdái azt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Mire ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz. Felső ruhájukat rátették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének rejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve fennhangon dicsérni az Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a követ fognak kiáltani. Készüljünk az Isten igéjének hallgatására és hirdetésére, énekelve a 165. dicséretünk első versét. Itt van Isten köztünk, jelte őt. A Lukács evangéliuma 19. része 41-től a 44-ig terjedő verseiben eképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt, és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reál napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak.
földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak. És nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tisztelet ez a mai. Nem csak azért, mert vasárnap van, az Úrnapja, hanem mert virágvasárnap van, amikor megemlékezünk Jézus Krisztus Jeruzsálemi bevonulásáról. Minden készen áll az ünneplésre Jeruzsálemben is. Boldog a sokaság, pálmaágakat, ledobott felső ruhákat látunk, éjjelző tömeget, és egyre hangosabban szól a kiáltás, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Minden készre áll az ünneplésre, és végre Jézus megkapja azt a hódolatot, azt a tiszteletet, ami neki kijár. És mégis azt látjuk, azt hallottuk az igében, hogy Jézus sír. Nem a meglepődéstől, nem a meghatottságtól, hanem attól, hogy észreveszi, meglátja a miérteket is. Észreveszi az éjjelző tömegnek a szívében a hamis képzetet, ami arról tesz tanúságot, hogy ez az ünneplés csak látszat. Ez a megindító jelenet, ez a hódolat, ami ott megnyilvánul, valójában nem neki szól. Ezzel kapcsolatban furcsa módon nekem a karácsony jutott az eszembe, mégpedig a világi karácsony. Tele pompával, ajándékokkal, hiszen bizonyára minden, vagy csak nem minden családban osztogattak ajándékokat, csak az ünnepelt, az igazi szülinapos Jézus maradt ki az ajándékozásból, sajnos már hosszú évek óta. Vagy eszembe jutnak azok a jelenetek, amikor házasságra készülő, esküvőre készülő párok jelennek meg a lelkészi hivatalban, és legtöbbször meg szoktam kérdezni tőlük, hogy miért szeretnének templomi esküvőt. Miért jönnek az Isten házába? És bizony hallottam már olyan választ, hogy mert az olyan szép, mert az olyan ünnepélyes, olyan jól mutat a fehér mennyasszonyi ruha a templomban. És sok más példa is eszünkbe juthat még, amikben már-már kézzel fogható, hogy bizony sok esetben képmutató az ünneplésünk. Gyakran előfordul, hogy egy-egy jeles esemény csak a saját szemszögünkből értelmezünk, vagy minősítünk, és a lelki vakságunk miatt nem jutunk el a lényeghez, az ünnepnek a valódi okához. Sajnos az első virágvasárnapi tömegnek az ünneplése is ilyen képmutató volt. Félő, hogy Jézus éjjelzése az ő számukra azt jelentette, hogy vesszen Pilátus, a római uralomnak a képviselője, és veszem Heródes, az idegeneknek a bérence. Hát, testvéreim, ez a magyarázat arra,
hogy miért fakad sírva Jézus Jeruzsálem felett. Látta ő, tisztán látta, hogy az egész nép, a sokaság mást vált tőle, mint amiért jött. A nép arra számított, hogy Jézus majd isteni erejét felhasználva a megszálló római katonaságot kiűzi, megszabadítja az országot és a várost az idegen uralom alól, a megalázott zsidó népet végre felemeli. Ezért újjongott a nép, mert azt hitte, hogy végre ütött számukra a szabadulásnak az órája, és elkezdődik a nagy leszámolás a gyűlölt ellenséggel. Tehát a politikai messiást éljenezték. És a világ megváltója a háttérbe szorult. Ünnepelték váradalmaiknak a beteljesedését, hogy végre a népnek nyugta és békessége lesz, és közben észre sem vették a békesség fejedelmét, aki nem csupán Izrael, hanem az egész világ szabadítójaképpen jelen közöttünk. Ezeknek a gondolatoknak a fényében talán jogosak a következő kérdések. Örül-e Jézus a te ünnepésednek? Hogyan készülsz az ünnepre? Mit jelent számodra virágvasárnap? Meg tudod-e látni, megérted-e húsvétnak a lényegét? Átérzed-e szabadításod örömét, hogy Jézus valóban legyőzte a halált? Avagy egészen más jelent a húsvét? Tavaszi ünnep? Pihenés? Nagy takarítás? Hagyományoknak az őrzése és ápolása és gyakorlása? Esetleg családi, baráti együttlétek? Bár ezen az éven, úgy mint tavaly is, ebben a tekintetben, ebben az utóbbiban bizony korlátozni kell magunkat, önmérsékletet kell tartani. Mit jelent nekünk az ünnep, virágvasárnap, húsvét ünnepe? Azt mondja Jézus, miközben síratja Jeruzsálemet, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed előtt. Békesség. Mindenki által óhajtott, mindenki által remélt állapot, amely kizárja az aggodalmaskodást, a félelmet, az aggodottságot. Ki ne vár. Aktuális tehát a kérdés, te kitől várod a békességedet? Kitől várod problémáidnak a megoldását? Nyugtalan szíved? Mitől nyel nyugalmat, vigasztalást? Egyházi körökben olykor szoktunk tréfálkozni ezzel, hogy hát tudom, Jézus a válasz, de mi a kérdés? Az iménti kérdésekre őszinte választ kell adni. Megszokásból válaszolod azt, hogy Jézustól várod a reménységedre? Vagy illendő? Vagy azért, mert ez az elvárt? Neked. Mert bár Jézus hallja a szabadat, amit mondasz, de
látja a szívedet is. Ne csapd magadat. Ő, mint a békesség fejedelme, valóban békességet akar adni, de nem úgy, hogy megszilárdítja az anyagi talajt a lábunk alatt, vagy hogy könnyíti a mi sorsunkat, hanem egészen másképpen. Ő valóban kezébe vette a korbácsot, akkor ott virágvasárnapon, de nem a római katonákat kergette vele, ahogyan azt várták volna tőle, hanem a templomból az áldozatokat. Nem a pogányokkal száll szembe, hanem a saját népével. Ahogy egy közelmúltban elhangzott igehirdetésben is elhangzott már, hogy a templom és a templom népe megtisztításával és megújításával kezdi a nagy tisztogatás. Nem a világgal, nem a pogányokkal. Testvérek, el tudjuk hinni, hogy nem az szolgálja a békességünket, hogyha Jézus megszabadít bennünket az ellenségeinktől. Hogyha megvéd bennünket, ha megvédi a becsületünket, az igazságunkat, az egészségünket, az anyagi javainkat, hanem éppen az, hogyha neki megy a bűneinknek, és elkezd tisztogatni, és kiűzi belül mindazokat az érzéseket, gondolatokat, vágyakat, indulatokat, amelyek megszentségtelenítik az életünket. Szeretett testvéreim, nehéz így vállalni Krisztust. Pedig ez volna az egyedüli, ami békességünknek való. Ha annak a Jézusnak örülsz, aki meg tudja tisztítani az életet, hogyha azt a Jézust várod, aki új életet akar teremteni benned, akkor ismered fel a húsvét lényegét. Mert különben mi lesz a virágvasárnapunk és mi lesz a húsvétünk? A virágvasárnap egyszerű vasárnap, a húsvét pedig egy munkaszüneti nap, illetve kettő. Máskülönben csak ünnepelsz, de nem Krisztus miatt, nem a halál feletti győzelem miatt, nem a megváltott élet miatt. Mert igen, szeretett testvérek, könnyen átsiklunk az ünnep felett, az ünnep lényege felett. Akárcsak Jeruzsálem népe, ahogy átsiklik a lehetőség felett, hogy felismerje a békességre vezető utat. Jézus szavai ezért vannak tele szomorúsággal. Mert jönnek majd reál napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel, meglátogatod. Mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Arról van egy szó, hogy Jézus meglátogatta Jeruzsálemet, de a város ennek az isteni látogatásnak a nagy lehetőségét jóvá tehetetlenül eljátszotta. Pedig ott, Jeruzsálemben még egy utolsó lehetőséget, még egy utolsó alkalmat készített ő az ő látogatásával a nép megtérésére. Azt jelentette ez a látogatás, hogy még el lehet fogadni Isten békeajánlatát. El lehetett volna fogadni. Hallottam már ezt a kifejezést, hogy meglátogatott az Isten, akkor használni, amikor valami baj ér valakit, amikor gyászban van,
vagy anyagi nehézségünk közepette. Te szokták emberek mondani, hogy de nem látogatott az Isten. Mintha azt mondaná az illető, hogy jól nem lehet az Isten. Mintha minden bajunkért az Isten tenni felelősség. Szeretett testvérek, ne féljünk az Isten látogatásától. Isten valóban meglátogat, olykor próbatételekben is meglátogat. De nem veszedelmet akar hozni, hanem erővel és békességgel megajándékozni. Olyan csodálatos érzés átérezni ezt, hogy meglátogat az Isten. Például csendes imádságaink közepette. Itt van, és figyel minden szavamra, még aki nem mondottakra is. Mert szeret, és mert a megpróbáltatások által is készíteni akar kimondhatatlanul sok áldására. Legyen hát ez a mai nap, ez a vasárnap, ez a világvasárnap igazi ünneplés, amelyiknek középpontjában nem más, valami vagy valaki, hanem megváltunk rá. Legyen szívből jövő igazi imádságunk, amit majd énekelni is fogunk. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme. Gyertek, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, aki küszködő emberi életünket nem hagytad magára, hanem eljöttél közénk, hogy a vakok szemét megnyissad, a betegek meggyógyuljanak, és a megtört szívűeknek evangélium. Hódolunk előtted, aki valóban király vagy, és egyedül méltó az imádatra. Te legyőzted a bűnt, a szenvedést és a halált. Kérjük, győzd le a mi gyengeségünket és hitetlenségünket is, amivel útján állunk csodáinak. Urunk, valljuk az ének szavaival, hogy a te királyságod bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak, megnyugszanak, ínségesek megáldatni. Mégis valljuk töredelmesen előtted, hogy legnagyobb bűnünk az, hogy nem kell nekünk ez a királyság, és nem kell nekünk ez a király. Nem kell nekünk olyan király, aki szelíd és alázatos. Könyörgünk, ajándékozz meg minket a te békességeddel. Segíts, hogy felismerjük időben a békességre vezető utat. Könyörgünk a vírusfertőzés csendesedéséért. Könyörgünk a betegekért, az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik nagy megfeszítéssel fáradoznak a mi javunkra ebben a nehéz időben. Együtt könyörgünk most gyászoló testvéreinkért is, akiknek fáj a szíve, vigasztal őket, szent lelked csöndes, belső szavával, hogy lelki megbékélést és megnyugvást találhasson. Kérünk, erősíts minnyájunkat a jóban, hogy munkálkodjunk addig, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. Vezesd népedet engedelmességben és alázatban. Légy a mi Urunk, légy a mi Királyunk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, nem csak itt a gyülekezetben, hanem otthonainkban is készítsük el a mi hálaáldozatunkat, és amikor lehetőség lesz rá, hozzuk el a templomisten tiszteletünkre. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadításunk, Istenem. Vegyétek az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szíveteken. Amen. Virágvasárnapi Isten tiszteletünknek a végén a 464. dicséretet énekeljük, végig énekeljük mind a hat rövid versét. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme.
vásárlókat kívánok a testvére.